Az Európai Unió további 6 évre engedi ezt a társasági adókedvezményi rendszerét, amelyben az MLS tavaly 28,5 milliárd forintot osztott szét, amelyben az első ciklusban a Felcsúti Akadémia 14 milliárdot kapott, amelyben 5 év alatt 300 új létesítmény épült, és amely tele van Simlivel is, állítja olyan, aki benne dolgozik. Újvári Gáborról, a Mészői focisúli alelnökével az érem két oldaláról beszélgetünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, pont a névnapodra volt ez az ajándék Brüsszelből a TAO Mit üzenjünk Brüsszelnek? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, igen. Már magyar ötlet, speciális magyar ötlet, ami ugye még a filmgyártás kapcsán fogalmazódott meg annak idején, és ezt átültették a sportba, akik mi benne vagyunk, ennek azért a haszonélvezői lehetünk. Ti ebből éltek? Így van. Lényegében. Mi történt volna a magyar futballal, hogyha mondjuk ezt a TAU kedvezményt így hip-hop egyik napról a másikra, most ciklus végén kivonják, megszüntetik? hát óriási bajok lettek volna, hogyha az állam nem gondolkodik úgy, adott esetben mondjuk vegyük azt, hogy most ezt nem engedik, hogy amit eddig erre fordítottam, az is állami pénz, hiszen be nem fizetett adóról van szó. Folytatom ugyanezt a, a gondolkodásmódot, és amit megítélek a tau keresztül, a sportszervezeteknek azt odaadom az állami pénzből. Akkor azt gondolom, hogy bizonyos értelemben jobban jártunk volna. Hiszen az, igen, az sokan azt mondják, hogy ez egy tisztább rendszer tisztább lenne. rendszer lenne uh -huh. mindenki számára, mert biztosabb a pénz, ugye nem attól függ, hogy behozod vagy nem hozod be, tehát végezetül, ha innen nézem, akkor az a, az a egyértelműbb és jobb megoldás. Te a kapott támogatások nyilvánosságáról, hogy vélekedsz? Mert ugye sokan azt mondják, hogy ehhoz már nincsen köze a nyilvánosságnak. Ha rajtad múlik, te minden egyes fillért kiírnál és nyilvánosságra hoznál, hogy honnan érkezett és kik, kik támogatnak benneteket? Ez a törvény. Én azt gondolom, hogy ez, ez, azért meghatározott dolog, így is van, hogy ki, ki kell tenni, egyrészt meg nyilvánságra kell hozni magát a programot, nálunk is fölelhető évek óta, és azzal nyilván, hogy amivel elszámolunk, azt nem kell fölrakni a minden egyes számlát, az viszont meg betekintést nyerhet akárki, aki a, vagy az mls vagy az emmi nél attól függ, hogy ki mennyi pénzt használ föl, amivel elszámol. Igen, de most én arra, most meg rosszul fogalmaztam, arra gondolok, hogy, hogy kiktől kapjátok. Milyen vállalatot? Milyen vállalatot kapjuk? Azt is valamennyire a törvény ugye annyiból határozta meg, hogy nem lehet reklámozni ezeket a cégeket. Igen. Tehát ez nagyon szigorúan ott van. Tehát én még egy köszönömöt se tehetek föl, hiszen én, én, szívesen megmondanám, hogy melyik cégtől kapom, sőt, ha valaki megkérdezi, meg is mondom, bár lehetős ez a törvény sértek, de mert ezzel szerintem nincsen baj. Olyan előfordult egyébként, hogy valaki azt kérte, hogy én nem mondjam meg, nem szeretném, hogy tudják, mert mondjuk egy szülő volt, és nem szeretném magát és a gyerekét kellemetlen helyzetbe hozni, hogy nehogy utána valaki azt higgye, hogy azért mer. Tehát ilyenre volt példa, maga a támogató kérte, hogyha lehet, hát akkor a, általában a támogató kérik, igen. Igen, hogy, hogy ez, ez ne legyen benne. Na most te látsz -e a politikán kívüli log, logikus verseny versenymagyarázatot arra, hogy a focita a legnagyobb kedvezményezete a felcsút? Én a felcsútban egyetlen egy dolgot látok. Ott valósul meg az, amit a törvény enged. A többi klubnak nem engedi ugyanezt, mondjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség. Tehát a törvény Azaz. tök egyetemen azt mondja, hogy mondd meg a víziódat, írd meg, és erre ennyi és ennyi pénzt kaphat. Uh -huh ezt a néhány szövetség, ebből a Magyar Labdarúgó Szövetség az éleljár, korlátozza. Kifejezetten korlátozza. Tehát azt mondja, hogy persze pályázál, de nem kapasz többet ennyinél, vagy annyinál, vagy amannyinál. És sehol nincs benne a törvényben, ezek külön szabályozások. Ebben érzem azt, hogy a, a, a felcsútiak ezeket a határokat szép nyugodtan átlépkedtek. Tehát egyenlőbbek. Ezért előbbek. vagy azért, hát most egyenlőbbek vagy nem. Bizonyos értelemben nézze, amikor be kellett adni a legelső pályázatot, és mi beadtuk, akkor nagy bajba volt a Magyar Labdarúgó Szövetség, mert találkozott egy vízióval, egy négy éves programmal, az egyedüli négy éves programmal mindenki közül. És azt mondták pozitívan hozzáállva, hogy hát adjunk egy esélyt ennek, hát hiszen valaki azt mondta, hogy ha kap pénzt, akkor lesz sok gyerek, mert majd minőséget uh -huh. is termel. Ez, ez lenne az egésznek a lényege. Én azért nem szeretem ezeket a normatív támogatásokat, hogy mindenkinek járjon ennyi meg ha. annyi, mert abban nem lesz minőségi előreugrás. Na, és Nem bon, nincs, verseny, nincs igen. verseny. Na most a Mésző focisúli eredményes pályázataihoz kellett politikai hátszél vagy politikai hátszellő? Nehéz megmondani, hogy ez, ehhez mi kell. Nyilván hogy a Mészői Névi cseng. tehát a Gézát ismerik, a Kármán bácsit tisztelik, tehát amikor a, mi egy friss egyesületként beadtuk, akkor, akkor lehet, hogy valaki segíteni akar. Abban biztos vagyok, hogy úgy politikushoz mi nem fordultunk, hogy ugyan ad már meg, meg akkor az MLS-ben kéne igazából lobbizni. Ha az MLS politikailag átitatott szervezet, és ott jól lobbizik valaki, akkor biztos politikai hátszél van. Hozzáteszem, talán egy fokkal jobban szerették az egyesetünket, amíg a Géza ott dolgozott. Tehát ez is valamilyen emberi dolog, hogy hát ott van a Mikutyán kölyke, hát itt egy szövetségi edző, tehát talán úgy éreztem, hogy a, a nem tudom, támogatóbbak, de ez nehéz erre mit mondani, uh -huh. mert én azért vitatkozom mindig a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, mert azt írja le, hogy tömegesítsünk, most már, most már kimondja végre, hogy minőséget is kér, és mi ennek megfeleltünk. De folyamatosan több gyerekünk volt, de folyamatosan kevesebb pénzt adtak. És ez feloldhatatlan. Tehát úgy, nem tudom a tömegesítést vállalni, hogyha az egyre több gyerekhez, az egyre több költséghez nem kaphatok többet. Na, akkor várja, kérjel... tehát akkor neked mióta működik a TAU? Pontosan. Tehát a nagy politikai megy... hátszél annyi történt, hogy a, elindultunk 150 millió forinttal, nem titok, hát ez minden Igen? nyitott, és most tartunk 92-nél. És meg is mondják, hogy uh, minket, hogy 40 milliót fognak elvenni tőlünk három év alatt, készüljünk föl rá. Ez Miért? legalább pozitív. Mert nem lehetnek kitüremkedések, nem, nem, nem tudják már, hogy kezelni a mészői focisulit, mert ugye nálunk az volt a probléma, idézőjelben, hogy mi sok bázis hoztunk létre. Nekünk olyan, mint a 5-6 egyesületünk lenne, Igen. és a különböző bázisokon... Kis fiók sok kert, Így van. Tehát, és hogy hát ez, ez, így nem, egy ilyen kicsi nem kaphat, az, ha az akadémiák ennyit kapnak, és akkor innen jön a vitám mindig, hogy, hogy az ak, miért az akadémiának kell többet kapni, aki amúgy is állami pénzből 150-250 milliót kap, külön állami pénzből, még a tau is ő kap többet, és nem termel több gyereket. Tehát nem tesz hozzá többet, ő csak idézőjelben csak, minőséget termel. Na itt most hadd idézzek a Honvéd Akadémiától távozó holland igazgató legutóbbi nemzeti sport interjújából, ez egy szókimondó interjú. Először is Magyarországon 7 és 11 éves kor között hiányos a technikai képzése, miatt hatalmas űrt Amikor 14 évesen az akadémiára érkeznek a gyerekek, nehezebb továbbfejleszteni őket, mert először is pótolni kell ezeket a hiányosságokat, és túl nagy a különbség az egyes játékosok tudásszintje között. Találat? tök jó lenne a stork mondaná ezt, mert akkor mindenki elhinni. A közölemény is, meg az MLS is. Pontosan erről beszélünk mi is, hogy hiá, ha nincs meg az alapja a gyerekek képzésének, akkor utána én vietem őket, bár ez olyan, mint a, a, valaki zongorázik, tehát mondjuk zenét tanul, kiadja az alapokat, aztán mindenféle zeneakadémiára, meg vagy akarják tenni oda, ahol már csúcszenészeket kéne képezni. Soha nem lesz olyan, mint hogyha ez a jó klampiros. Tehát egyszerűen az alapokat kiadjuk a gyerekeknél, majd tömjük a pénzt az akik már azok között az épületek között pallérozódnak, am amelyeknek az eredményt hozni kéne. És ezért nem jönnek ki igazából a gyerekek. Tehát ez a 6-12-5-11, itt most a számokat tolhatjuk jobbra-balra, lényeg, hogy a képzés aranykora, akkor, amikor az a technikai képesség, és hozzáteszek még majd a mentális képzés. Tehát óriási hibában van az egész Magyar Labdarúgó Szövetség a versenyrendszerével kapcsolatban, hiszen a örömszerzést egy nagyon fontos dolognak tartja. Nekem nem is kezdte magyarázni. Csak arra nincs válasz, hogy a tehetségekkel a valódi később valószínűleg szárba szökkenhető tehetségekkel, hogyan kéne ahhoz bánni, hogy versenyképes labdarúgók legyenek. Köztudott. Tehát hogyan éljen meg egymás mellett a, a tömegesítés örömfocia, és a tehetségek kiválasztása és azok felkészítése a profi versenyeztetésre. 200 játékosból egy lesz profi. Na most példa, Ezek a világban a számok. De ezt ti hogy oldjátok meg? Tehát, vagy szerinted ez jó-e, hogy egy intézményen belül keveredik két feladat? Tehát, hogy egyszerre tömegesítsél, és a gyerekek élvezik a foszit, és erre adnak pénzt, másrészt meg elvárnád magadtól, hogy te mondjuk elitképzést szeretnél csinálni. Szuper együtt, ez, jó. ez eddig jó, nekünk is megvannak már a terveink, hogy hogyan kell elválasztani. Mert aki nem akkor hozzá fog menni, nem? Így van, de hát amikor valaki nulláról kezdi, akkor először tömeget termel, de ha már megvan neki, idézőjelben mondtam ezt a tömeget, tehát több száz gyereket Igen. mondjuk bevon a programjába, abból nyilvánvalóan fölbukkannak az ügyesek is, és arra is volt víziónk, hogy nekik milyen program kép kellene ahhoz, hogy az ügyes még ügyesebbé váljon. Tehát mi azt az új struktúrát, amit ugye most bevezetett a Magyar Labdarúgó csak hogy A, B S, C S, Típusú egyesületekre bontotta a magyar labdarúgást, ez nálunk megvan. Van A, az MTK-nak adjuk, van B, ez a mércéfocisú kiemelt csoportja, és van C, a nagyon sokrás Nyilván, hogy ez, ez egy olyan szervezet most ma Magyarországon, ebből viszonylag kevés van, mert vagy valaki az A-ba, vagy a B-be, vagy a C-be van. Jó, te azt mondod, hogy ezt így lehet együtt csinálni, sőt így érdemes. Ö, nem biztos, nem kell, Aha. ezt most mindenkinek előrökkelni, most mindenki, ha mindenki beáll Aha. a sorba, mi is elfogadjuk, mi most egy B-szintű egyesület lettünk, le fog válni egyszer talán élesebben az MTK, és a C-t ugye vagy elengedjük, vagy meg meglátjuk, hogy mit csinálunk a C-szintet. Na most visszatérve a Taura, a Facebook bejegyzésedben beszélsz arról a bizonyos Mister minimum 20%-ról, akinek békén kéne hagynia már a gyereksportot. Ő egyébként Mister max maximum hány százalék? Mm. Ön... Igazából a hús, hús nem, is, rossz. nem is volt jó ez a, a 20 mert most új dolog vetette föl a fejét. Most ugye a NAV-on keresztüli támogatások mennek, és van ez a kötelező kiegészített támogatás, amit még a cég ugyanezen belül fizet. És ez az ez a, Egyesületeknek egy másik számlájára megy, tehát ezzel nem kell elszámolni. Na ezt már kérik. Ez 12,5 százalék. Tehát most a legtöbb cégnél az, az a minimum, hogy azt a 12,5 százalékos papírozd le, azt is megkapod a nafta, és adod oda. Most már olyanokat hallok, hogy hát tavaly átvettek minket, tehát közjegyzőzted le előre ezt a pénzt. Agyrém. Agyrém. Tehát, de ezek közvetítők hozzáteszem. a legtöbbször most. közvetítőkön keresztül megy. Mennyi kell nektek? Mondom, már, sajnos még a pályépítés miatt közel 100 millió. Az megvan. Csak ezt meg ez, meg ez kell hozzá. Mondom, akkor nekem sose lesz pályám mert akkor én nem építek, mert nem megyek bele ilyen stiklikbe. Tehát hogy ez a kísérő jelensége, de ez ugye nem a futball kísérő jelensége, ez a pénz kísérő Tehát jelensége. A mindmi, ahol pénz megjelenik, ahol ott pénz a, a, jelenik, ott, a, közvetítők. Ott össze és akarom kötni a pénzforrást azzal, akinek szüksége van rá, és kihasználva az ő kínját, hiszen minden egyesület kínba van, mert állítólag itt a pénz, amit a gyerekekre kell költenie, de nincs ott a pénz. Azt a piacról kell megszerezni. Hogy lehetne ezt kiszűrni és ellenőrizni, mert ugye pont az, hogy bármivel, mivel, hogy a magyar viszonyok között az öltnyős élősködő létezését ebből a gyerekfociból szerinted? Hát az, egyik... Ugye az MLSZ igazgatója a... elismerte, hogy igenis vannak, vannak szabályok. Vannak ilyenek. Szerintem a legjobb ötlet az lenne, hogyha az öt vagy most már hat volt szövetség pályázna a TAO-ra. el ők egy, egyetlen egy nagy kontingensbe, hogy kitől hogyan akarják lehívni, és utána osszák szét az egyesületek között. Tehát ez, ez maradhat a TAO rendszer, csak akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség 28 milliárdot, amennyi neki volt, hívja le, ha kell, akkor fizessen százalékot, ha nem akar, akkor beszélje meg a lobbistákkal, hogy ez miért nem működőképes, és azt a 28 milliárdot is ő osztja szét, azt valóban adja oda. De ott, az ott már az egy is. kisebb zizegés lenne náluk, ott is nyilván lenne, hogy majd onnan, de, de akkor ez itt már kiküszöbölni Kiküszöbölhető kiküszöböl, lenne ez, hogy egy-egy bajba lévő egyesület akár 30-40 százalékot is visszaad, hogy választ adjak arra a kérdésre, hogy ilyenek is még mindig ott vannak a piacon. Logikusnak találnád, hogyha viszont 2023 után ezt a támogatási módot és egyáltalán a támogatások javát kivezetnék a magyar látványsportokból, addigra versenyszféra képesnek kéne ennek lennie, hogyha hirtelen más típusú piaci működésre alakítanák át? Tehát ugye Bánkieri Gazdasági Bizottsági Elnök mondta itt, hogy hat év múlva szerint a magyar futball megáll a lábán piaci alapon. Ez így nagyon mesésen hangzik, hogy mondja. Jól hangzik, de... Igazából a magyar profi futball se áll meg a maga lábán. Hát, hát, ez a fő probléma. Akkor hogy gondolják, hogy majd mi az utánpótlásba a piacról meg fogjuk szerezni azt a pénzt, nem állami pénzt, nem tau pénzt, amivel fönn lehet tartani az, azokat, a, akár csak a sporttelepeket, de azokat a, azt a színvonalat, amit egyelőre bevezettünk a képzés területén. Tehát szerintem ez, ez így nem fog működni, és pont azért nem működik, mert a Magyar most Szövetség, meg az állam, a kormány most se hagyja piaci alapon a, a, a fönt a tetejét. Tehát Ilyen baj még nem volt a magyar futballban, hogy ennyi pénz legyen. Milliárdokat kell szétosztani a labdarúgó szövetségnek, mert ahogy az UEFA-tól is kapja a pénzeket, a kormánytól is kapja, nem tudja már, hogy elköteni, és kitalálja ezeket a fölép egy fiatal a pályára, akkor 10 millió forintokat lehet egy mérkőzésen keresni. Mondom, atya úristen, csak inkább tervejünk ki olyanokat, akik pénz nélkül is betenne az edző a csapatba, mert ő lenne a jobbik. Tehát ez lenne az igazi cél, hogy olyan fiatalokat nevejünk, aki nem kényszerre vagy a pénz hatására fog bekerülni a, a magyar első-másod vagy a megyei első-másod osztályba, mert még ott sem biztos, hogy beteszik a fiatalt. Tehát ezt kellene már végre megnézni, hogy ezek az ösztönzők már jól hatnak, de igazából szétfolyik szerintem, a legtöbb pénz szétfolyik és nem úgy ö, hasznosul, ahogy lehetne. Tehát a, ma már biztos egy milliárdja van minden egyes NBA egyes klubnak ne vicceljünk. Tehát ebből, ebből, és az akadémiáknak is ugyanennyi pénzük van. Tehát ebből, ha valaki jól dolgozik és hasznos, és nem tud kihozni évente két-három olyan fiatalt, aki, aki tényleg bevethető a saját osztályába, akkor ott nagyon nagy baj van. Gábor, innen folytatjuk majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.